Szép estét kívánok mindenkinek, remélem, hogy ma este is velem tartanak itt a 10 percben. A mai vendégem Gyöngyös kulturális és zenei életét teljes mértékben befolyásolja és meghatározza. Ha azt mondom, hogy Kriszti néni, mindenki Kriszti nénie, akkor mindenki tudja, hogy Kovács Krisztináról van szó. Szervusz, jó estét kívánok! Köszönöm szépen ezt a nagyon meleg szívű beköszöntőt. Neked a mottód az az, hogy te arra vagy a legbüszkébb a rengeteg díj mellett, hogy akiket te tanítottál, azok visszaviszik a gyerekeiket hozzád. Ez így van. Így van, és én máig is tartom ezt, hogy ez egy hihetetlen jó mérce, még akkor is, hogyha az illető anyuka vagy apuka diákkorában kicsit orrolt rám, hogy finoman fejezzem ki magam, de felnőtt fejjel talán rájött, hogy a javát akartam annak idején, és ugyanezt szeretné a gyerekének is megadni, és ezért hozta vissza. Tehát meg volt, felnőtt fejjel belátta, és talán úgy gondolta, hogy megvan velem elégedve, és rám bízta csemetéjét. És ez nekem egy borzasztó jó érzés volt. Nagyon sok unokám van ilyen értelemben, egy időben engem zenenagyinak is, muzikómának hívtak, mert sok növendékem került ki Németországba, férhez menés, tanulás, stb. Útján, és az egyik férhez ment növendékem, amikor megszületett a gyermeke, akkor a családjának engem úgy mutatott be, hogy hát ismerkedjetek meg az én muzikómámmal. Na kezdjük az elején, zene. Ugye ez az életedben teljes mértékben meghatározó volt? Mert ugye zene óvodába irattak be. Igen. Igen. Itt születtél Gyöngyösön, és utána Miskolc. Igen. Gyöngyösön születtem, és hát aztán a történelem vihara következtében, vagy viharai következtében a nagy népvándorlás idején elkerültünk Miskolcra, és én ott kezdtem tulajdonképpen az óvodát is, meg az iskolát is, és nagyon büszke vagyok arra, hogy bizonyos értelemben Kodály növendék vagyok, ugyanis a zeneóvodába egy olyan tanárnénihez kerültem, Veszprémi Ilonához, aki tényleg Kodály növendék volt. Ő Kodálynál tanulta a karvezetést, Kodálynál tanulta a zeneelméletet, és csodálatos zeneóvodai foglalkozásokat csinált, és én hozzá kerültem. Édesanyám, hogy szúrtak ki abban a nagyvárosban, hogy pont Ili nénihez kell engem vinnie, de én ott kezdtem nála a zeneóvodát. A családban több zenész is van, mondhatjuk így? Aki a zenével foglalkozik? Így van, aki közel állt a zenéhez, de nem csak úgy, hogy szerette a zenét, hanem azzal is foglalkozott, így van. Édesanyám lengyel ősökkel rendelkezik, és a családban egy Drozdovszky nevű lengyel zenetudós van, illetve Gyöngyös püspöki, az önálló Gyöngyös püspöki utolsó kántor tanítója volt a dédapám, Ivanics Alajos. Tehát akkor megvan a, igen. Megvan a véna. Igen, igen. Mindkét oldalról. Különben most ez jutott eszembe, hogy itt hallgatlak, meg hogy itt az előbb beszélgettünk, hogy tegeződjünk, magázódjunk. Téged van, aki magáz különben? Igen, ez egy érdekes dolog, hogy van, de valahogy számomra teljesen természetes, hogy a kisgyerek ugye úgy jön be az iskolába, és biztosan te is tapasztaltad a saját gyerekeinél, hogy a tanítónénit tegezik. Nekem van olyan növendékem, aki most már 15 éves, és máig tegez, picikorától kezdte a tegezést, és aztán amikor ráébredt, hogy hát ez azért talán nem illendő, akkor megkérdezte, hogy zavar engem, és mondom, hogy egyáltalában nem, hiszen a tiszteletadás nem azon múlik. És én nagyon büszke vagyok rá, hogy nagyon sokaknak elsőként ez áll rá. Lehet, hogy ez kicsit most azt engem megrónak az emberek, hogy hú, micsoda hiú, hogy még mindig azt hiszi, hogy nem, ez valahol úgy érzem a bizalom kérdése. Én is így gondolom, tehát... Úgyhogy a tiszteletet neki. Így is meg pontosan, és nagyon csúnyákat lehet mondani magázva is, vagy magázva. Egy kicsit puskázok, mert azért nagyon, nagyon érdekes az életút. Ugye ének, szolfés, fuvola, tanár, karvezető diploma Debrecenben. Miért pont a fuvola? Ez nagyon érdekes, hogy miért pont a fuvola, mert... Én ki lehet számítani a koromat, nem szégyellem, 1956-ban voltam első osztályos, és második osztályos koromban kezdtem zongorázni.
Hát gondoljunk bele, hogy még és negyedik osztályos koromban kezdtem a fuvolázni. Hát akkor ez teljesen ismeretlen hangszer volt, és máig büszke vagyok arra, hogy az a tanárnő, aki a kezembe adta a hangszert, hál' Istennek, jó egészségnek örvend, és úgy hibe-hova szót is váltunk egymással, és nagy szeretettel emlékezzem rá, és ő is ér el, mint tanár, mint ő, és ő is ér el, mint tanítványára. Tehát nem tudom, hogy jött a fuvola. Tehát első volt a zongora, de akkor nagyon ritka hangszer volt, talán pontosan a különössége ragadott meg. Akkor még nem volt ennyi, hogy most meghallgatunk egy lemez, meghallgatunk egy CD-t, meghallgatunk, és akkor egy Mozart szimfónia, vagy egy Mozart fuvola verseny, akkor az embert ugye elragadtatja. Nem ez vitt mellé, hanem egyszerűen a tanárnőnek, igen, most eszembe jutott, tanárnőnek a személyisége, ugyanis furulyázni kezdtem először, ő nála, és ő neki a fő hangszere a fuvola volt, és valószínűleg innen jött. Lehet. Különben több női fuvolista van, mint férfi. Több. Mert több. Én csak így több. Most, ahogy látom, akár egy koncertnél is. Igen, ezt nem igazán értem, hogy miért, ezen még én nem gondolkodtam, de vannak kollégáim szerte az országban, akik nagyon irigylik azokat a fiú növendékeket tőlem, akik most mindegy, hogy pályán van, vagy fuvola művész, vagy járja a világot fiú létére, hanem hogy egyáltalán nekem volt olyan növendékem, aki fiú. Tehát nem tudom, teljesen el van női esedve ez a fuvolista pálya. Aztán országos filharmónia. Igen, országos filharmóniával volt egy ilyen koncert szerződésünk, hogy lehetett hangversenyeket vállalni, és dr. Mocsári Lászlónéval, aki már sajnos évek óta nincs köztünk, Juza Ilonával, mi nagyon sokat kamara zenéltünk együtt, nagyon jó koncerteket, én úgy gondolom jó koncerteket is adtunk, és akkor így kerültem én az Országos Filharmóniának a köreibe. És akkor utána az természetes volt, hogy a fuvolásokat összegyűjteni, mert egy egyesület. Igen, megalakult a Magyar Fuvolás Társaság, amelynek én alapító tagja vagyok, és ez egy nagyon jól működő társaság volt. Hát most egy kicsit alábbhagyott, most nagyon sok fele mennek már az emberek mindenféle civil szervezetben, de akkor egy nagyon, nagyon, nagyon jó és hasznos szakmailag és emberileg is, és jól is éreztük magunkat. Na, ez volt a Magyar Fuvolás Társaság. Igen, ami nem volt, mert még van, csak akkor a nagy újdonság erejével hatott, és nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon sok társaság, szakmai társaság alakult akkor a mi mintánkra. Meg tudod számolni, hogy hány tanítványod volt, van? Azt nem tudom megmondani. Mert hogy nagyon... ugye Berze... Igen, tanítottam, több mint 10 évig tanítottam, a Gyöngyösi Zeneiskolában tanítottam közel 40 évig, és na, ugye egyáltalában én még azért nem értem el az 50-es bűvös számot, mert 42, 44. tanévemet már nem kezdtem el, azt már nem tanítom. Gyöngyösi Zeneiskolában tanítottam, illetve hát a végzés után, diplomaszerzés után én Szobon voltam igazgatóhelyettes, ott kezdtem a pályámat, de aztán a budapesti albérlet, meg a naponkénti kiutazások, az gondoltam, hogy ez nem az én világom, és akkor kerültem Gyöngyösre 1974-ben. És aztán itt, amikor nyugdíjba mentem, akkor utána még 60-ban tanítottam a Kocsis Albert Zeneiskolába 5 évet, és nagyon szép 5 évet töltöttem ott. Nyugdíjas évek. Ez mindenki úgy megrémül, amikor azt mondják, hogy mert nyugdíjas lett, és mit fogok csinálni? Ó, nem, nekem nagyon kevés. Valószínűleg meg is lassultam, én úgy gondolom, de nekem nagyon kevés a 24 óra. Szóval új feladatok adódtak az életemben, ehhez új erő kell, új dimenziók nyíltak. Hát igen. Például olyan dimenziók, hogy nagyon élvezem az otthonomat, amit idáig nem volt alkalma, mert hiszen mindig az ember rohant, és szinte csak aludni járt hozzá, most rettetesen élvezem. Nagyon szeretem a kertet, a virágokat, a természetet. Van időm rácsodálkozni a dolgokra. Belekóstoltam egy kicsit a gasztronómiába, ami idáig erre se volt időm. Tehát olyan sok mindent csinálok, és szó sincs róla, én nagyon élvezem ezt a nyugdíjas életet. Hát azért persze megpróbálok nyüzsögni is a
magam ugyan elég sok civil szervezetben próbálok tevékenykedni, meg 4 évig a kicsit a közéletbe is belekóstoltam, meg a, hát szerintem ez nem volt politika, hogy Mátra Füreden részönkormányzati képviselő voltam 4 évig, azt nagyon szerettem csinálni. Úgyhogy azért igyekszem. A nyüzsgés, a pezsgés. Igen, igen. Ameddig az erőm tartja, és ameddig úgy érzem, hogy másoknak tudok inspirációt adni, vagy ötletet adni, vagy egyszer csak együtt dolgozni, addig szeretném csinálni. Melyik díjra vagy a legbüszkébb? Ugye közönség, és azért ez azért kell kihangsúlyozni, mert szerintem ez sokkal nagyobb, mint az, hogy valamit adományoznak. Tehát közönség primadíjas, kulturális kitüntetés, tehát mindent el lehetne, Heves megyei díj, Jenei díj, tehát melyik az, amit úgy... Na hát ez egy nehéz kérdés, mert mindegyik díj, hogy mondjam, a munkámnak egy más szeletét ismeri el, de mégis az egészről szól, tehát nem tudok rangsort tenni, mert nagyon büszke vagyok arra, amit a városomtól kaptam, a város kulturális életéért, kulturális életében betöltött szerepemért. Nagyon büszke vagyok a szakmai díjra, amit az országos díj, a Magyar Fuvalás Társaság adott. Nagyon büszke vagyok, amit te is említettél, a megyei primadíj közönségdíjára. Büszke vagyok a kormány kitüntetésre. Mindegyik másról szól, de és én nem tudok, és nem is akarok rangsort tartani. Úgyhogy nagyon örülök neki, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy érdemesnek tartottak, hogy aztán most mit adtak érte, az egy másik dolog, de hogy valaki úgy gondolja, hogy azon túl, hogy szeretem csinálni a munkámat, a környezetem elismeri, még a külső körülmények is elismerték. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzá. Én is köszönöm a meghívást. Önöknek köszönjük a figyelmet, legközelebb is tartsanak velünk, szép estét!